A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Szép estét kívánok, köszöntöm a fehérvári beszélgetések nézőit. Mai vendégeim, mondhatjuk, hogy a hazai borászat élvonalába tartozó pincészet két vezetője, hiszen ne feledjük, hogy nagyon-nagyon fontos számunkra, hogy az Etyek-Budai borvidék tájékán fantasztikus szőlőtermesztők, borkészítők vannak. Csóborpincészetről fogunk beszélgetni, annál is inkább, hiszen az elmúlt időszakban rengeteg siker koronázta meg teljesítményüket, munkájukat. Az időjárás is velük volt az elmúlt időszakban, így aztán azt hiszem, hogy itt az ideje, hogy beszéljünk az idei évről, mert hogy az idei sem maradt el. Vendégem Csóbor Balázs és Csóbor Kisari Linda. Szervusztok! No, hát 34 hektárról kell, hogy beszéljünk, ugyebár, ami azt hiszem, hogy egy nagyon komoly szakmai feladat, mivel a utóéletét, meg előéletét már nagyon is ismerjük. Egy kicsit most beszéljünk arról az elmúlt esztendők sikereiről először, hogy aztán szóba kerülhessen az idei év. Azt hiszem, hogy a tavalyi év az fantasztikus sikereket hozott, de már az előző időszak is, hiszen nagyon is jól tudjuk, hogy jószerivel minden esztendőben van egy-egy olyan borfajta, ami a hazai élvonalba kerül. Igyekszünk minden évben minél jobb borokat termelni, és néha jól sül el a dolog. Én a 2020-ra emlékszem nagyon, mert az, hogy bekerült, ha nem is először, a legjobb 100 magyar bor közé, ez a Wine Lovers 100-ba a bor, ez mennyire jelent megerősítést, hogy az elvégzett munka igenis hatásos? Hát nagyon örülünk neki, tényleg, amikor egy ilyen hatalmas sikert érünk el, tehát országos szinten, tényleg, ahol 900 meg 1000 bor mérkőzik meg, és ugye top 100-at válogatnak ki, tehát a 100 legjobbat, és ott vagyunk a villányiak, a szekszárdiak mellett, ugye főleg vörös borokat küldünk erre a borversenyre. És volt úgy, hogy az egyik egri pincészet mellett voltunk pontosan, de most már negyedszerre kerültünk be ebbe a top 100-ba, tehát már négyféle évjáratú borunkkal is elértük ezt a Wine Lovers-nek a top 100-as sikerét. Legutóbb pedig itt volt a rozé. Én azt hiszem, az ország legjobb rozéját megcsinálni, ahhoz fantasztikus szőlőkkel és nagyszerű borászok. Igen, igen. Hát főleg ugye Balázs ő felel a szőlőért. Igaz, hogy a 22-es évjárat az nagyon-nagyon nehéz volt, mert nagy szárasság volt, de ugye egy Szirá rozéval nyertük el ezt a legjobb rozé díjat, és ugye a Hegyközségek Nemzeti Tanácsa rendezte meg ezt az országos borversenyt, és azért ott biztos, hogy elég sok rozé ugye ott volt, és a legjobb rozé díjat elhoztuk vele. Ugye ebből a Szirából mi vörös bort szeretnénk majd készíteni, de még fiatal az ültetvény, úgyhogy eddig mindig tényleg rozét készítettünk, és úgy látszik, hogy ez a szárasság, ez a Szirának nagyon jól kedvezett, mert annyira jó, zamatos, beltartalmú rozét tudtunk készíteni, hogy nem csak mi éreztük jónak, hanem ugye a borversenyen is a legjobb díjat elnyertük vele. Tehát a családnak volt ideje ünnepelni, viszont azt hiszem, hogy a szőlőtermelőnek mindig, minden pillanatban oda kell figyelnie. Egy kicsit beszéljünk arról a fajtákról, amelyek a ti ültetvényeiteken a zömében vannak. Tehát itt egy felsorás következik: zöld veltelni, olasz rizling, rajnai rizling, chardonnay, cserszegi, zengő, irsai olivér, merlo, cabernet franc, nyilván ezek már a borok, cabernet sauvignon, kék frankos kadarka. Tehát ez egy jó csoport, de hogy történik a kiválasztás? Tehát az alap, hiszen a 34 hektáron nyilván ezek elférnek, de hogy arányosítjátok őket?
a vevő igényeknek próbáltunk megfelelni, korábban vásároltunk szőlőt, és amiből többet vásároltunk, olyat telepítgettünk. Változik nyilván, hogy mi mindent kell egy szőlőfajtával csinálni, és mikor. Ez mennyire nehezíti meg a munkát? Nyilván a szakembernek ez nem nehéz, de a kívülálló ezt azért látja. Hát okvetlenül nem is a fajtát kell, hanem a fejlődési ciklusában teljesen másképp növekszik egyik táblában a szőlő, mint akár a másikban. Ugye borok és pezsgők is készülnek, és most már ugye népszerűek a különböző lágy borok, ha úgy tetszik, ami rózsaszín, mondom én természetesen kívülállóként. De mi minden kell ahhoz, hogy egy igazi, mai, modern borászat ilyen termékeket tudjon előállítani? Hiszen nyilvánvaló, most már kell hűtőkapacitás, tárolókapacitás, egy csomó minden. Igen, főleg most már ugye ezek a reduktív borok, amiket tartályban erjesztenek, üde, friss, egy kis buborék van benne, főleg ezeket kedvelik ugye a vevők, és ehhez ugye praktikus a saváló tartály, amit lehet hűteni. Megvan, hogy különböző szőlőfajtákat más-más hőmérsékleten kell erjeszteni ahhoz, hogy kihozza tényleg az ízét, zamatát, a legjobb illatát. Úgyhogy ehhez elengedhetetlen mindenképpen kell ugye a hűtőkapacitás. Ugye az ember fia régen hordókban gondolkodott, azért most már ott vannak az acéltartályok. Ez mennyire arányosítható? Melyek azok a borok, amelyek a fahordókban érlelődnek? Hát főleg a vörös borok. Tehát vannak ugye fahordóban érlelt batonás fehér borok is, de főleg ugye tehát a kék szőlőnél, hogyha vörös bort készítünk belőle, és nem rozét, akkor az elengedhetetlen, hogy fahordóban érlelődjön. Tehát ahhoz, hogy beletesszük a fahordóba, egy olyan mikrooxidáció jön létre ugye a bor között, hogy az szükséges ahhoz, hogy érlelődjön. Tehát mi például a vörös borokat ilyen minimum 1-1.5 évig szoktuk fahordóban érlelni, tehát kell neki a levegő ahhoz, hogy tényleg, hogy érlelődjön, és hosszú idő múlva mutatja meg. Tehát így is ugye 2019-es, meg korábbi években is olyan vörös borokkal nyertünk ugye díjakat, amik nem friss vörös borok voltak, hanem már azért egy érlelődés. Balázs, a szőlőitek zömmel a Velencei tó körül vannak, ugye Agárd, Gárdony, Pákoz, Nadap, stb. Mennyiben határozza meg a környék, illetve az éghajlati viszonyok, hogy melyik település mellett, melyik földeken milyen bort termeltek? Hát Isten igazából a tó túloldalán adva volt az Engő, a Rajnai, illetve az Olasz Riesling, hiszen azok korábbi szakcsoportos szőlők voltak. Most olasz rizlinget telepítettünk mi magunk is Pákozra, hiszen ott kiváló adottságokkal takarítjuk be az olasz rizlinget, úgy érezzük. A tó déli részén pedig a többi fajtáinkat telepítettük. Egy kicsit menjünk vissza a tavalyi évre, hiszen az időjárás alapvetően meghatározza, én azt hiszem, hogy a szőlőtermesztők életét, létét. A tavaly nagy a száj volt. Ez ilyenkor mi a teendő, hiszen nyilvánvaló, hogy ezt nem lehet pótolni, azt a csapadékot, amelyik nem esik. Hát sajnos tavaly még nagyon talán nem is hiányzott a csapadék, hiszen a szőlő növekménye megvolt, lémennyiségben valamelyest gyengébb arányjal préseltünk, ellenben nem kellett nagyon odafigyelni a növényvédelemre, a gyomírtás se kellett sokat foglalkoznunk a tavalyi évben. Idén viszont kipótolta a természet, azt hiszem. Tehát furcsa volt ez az időjárás, hiszen ha megnézzük, akkor úgy kezdődött az év, hogy volt bőségesen csapadék, aztán meg jószerivel egy olyan, azt mondom, hogy asszályos időszak, de végül kiegyenlítődött. Tehát nekem legalábbis mindenki azt mondja, hogy bár megjelentek a kártevő gombák, stb., tehát ez azért megnehezítette a szőlőtermelők dolgát, de azért ez sem volt veszélyes. De ez mindenhol mást mondanak egyébként, tehát az Alföldön borzasztó volt az időjárás, azt magam is tapasztaltam. Itt a Velencei tó környékén, a Mezőföld szívében milyen volt ez az év? Elkényeztetett minket növényvédelem szempontjából az elmúlt 2-3 évet, idén bizony volt csapadék, oda is kellett figyelnünk, mind a növényvédelemre, mind a fitotechnikára, hogy
szárazon tarthassuk a szőlő termése körül a lombozatban. Ez mennyiben nehezíti meg a munkát abban az értelemben, hogy milyen költségekkel jár mostanság? Hát a növényvédelemre jó sokat kellett költeni. Ez egyébként növeli az árakat is? Tehát azt bele kell számolni, amennyivel többbe kerül a növényvédelem és általában a szőlőültetvények gondozása? A szőlő felvásárlási árában nem jelentek meg ezek a költségek szerintem. Mennyi most a szőlő felvásárlási ára? Nyilván ez fajtáktól függ, de ha kitekintünk határainkon túlra, mert azért én nézegetem, tehát Erdélyben az egekben volt, valljuk meg. Itthon hogy áll ez? Körülbelül. Hát nagy tételben még mindig 100 forint közelében van a szőlő ára. Már úgy mondom, kamion szám, hogyha az ember adja, veszi. Ez most sok vagy kevés? Nem? Hát ha ez már 15 éve is ennyi volt, akkor... Akkor nem. Akkor sokat nem, soknak nem nevezhetjük. Arról mi a véleményetek, hogy egyre inkább ha nő az elhagyatott szőlőültetvények száma? Tehát ezt most, mint a Nólyahegyi Szent István Borlovagrend főborászától kérdezem, ez a megyére is jellemző? Hát én azt hiszem, hogy az egész országra, mert nagyon sokan felhagynak a macerásnak vélt szőlészkedés borászkodással. Mert hogy a termés átlagok nőnek, az rendben van, tehát nyilvánvaló, hogy a fogyasztó ezt nem veszi észre, ugyanakkor én olvastam, hogy 58 ezer hektár szőlő terület lett kevesebb Magyarország. Ez általában mi azért, az, valljuk meg, hogy egy szőlőtermelő, bortermelő nemzet vagyunk, remek fajtákkal. Ez miként határozza meg azoknak a munkáját, mondjuk itt Fejér megyében, akik azért folyamatosan nagyban csinálják, Linda? Hát mi próbálunk, tehát mindenképpen ugye ezzel a szőlővel és a borral foglalkozni. Úgyhogy szerintem mi biztos, hogy nem fogunk olyan területre lépni, hogy kilépjünk ebből az ágazatból, de tényleg nagyon, nagyon sokan fennhagynak ezzel, mert nehéz. Tehát most tényleg az időjárást is hozzávesszük, akkor mellette ugye a borok értékesítése is eléggé nehezen megy mostanában, valahogy a vevők is nem tudom, hogy mifelé próbálnak fordulni, de mi is észrevettük, hogy valahogy a bor értékesítése az mostanában nehézkes. Ugye volt a Covid is, ott is azért nehéz volt eladni azoknak a pincészeteknek, akik ugye ilyen éttermekbe szállítottak, aki otthon úgy, mint mi kimértük a bort, és termelő bor kimérés szempontjából tudtunk értékesíteni, nekünk nem volt probléma, de valahogy azt vettük észre, hogy azóta így csökken a borfogyasztás. Figyelni kell arra, hogy mindig valami újdonsággal kell jelentkezni? Ez itt, tehát nyilvánvaló az időjárásra oda kell figyelni, gondolom én. Nyilvánvaló, hogy a növénytermesztésben ez általában úgy van, hogy azért nő a különböző anyagoknak az ára is, tehát azért ez megnehezíti, az időjárás az egyértelmű, viszont kell-e lépést tartani a korral, hogy mindig újabb és újabb borfajtákat csinálni a szőlőből, annak érdekében, hogy ez keresett legyen. Igen, mert hát a vevőket kell figyelni, tehát ők mindig megmondják, hogy milyen az a melyik bort kedvelik éppen. Például így volt ez, hogy hozzánk az üzletbe sokan bejártak, akik keresték a habzóbort, meg a gyöngyöző bort, és akkor mondtuk, hát jól van, hogyha már tényleg ilyen sok mindenki szeretne ilyen gyöngyöző vagy habzóbort kóstolni, akkor mi is készítünk. Tehát nagyon fontos figyelni azt, hogy a vevőképpen tényleg melyik az a borfajta, vagy melyik az a szőlőfajta, amit például nagyon keresnek. Ez így van például az írsai olivérrel is, tehát most ilyen nagy dömping van, mindenki írsai olivért szeretné, és abból rengeteg mennyiséget ugye el lehet adni. És érdekes, hogy a rozé az egy kicsit most így visszább ment, és az írsai az meg ugye nő a kereső. Ugye az a tapasztalat, hogy a gyümölcsös, fiatalos italak egyre inkább terjednek, a borok. Ezzel ti lépést tartotok már, mint a szőlőültetvényeknél? Hát ennek az írsai olivér. Az írsai olivér a leg... Még én azt mondanám, hogy a rozékat is ide kell
vegyük, de annak szemmel láthatóan csökkent a népszerűsége esetünkben. A többlet, tehát az input anyagokról még egy kicsit beszéljünk, mert hogy ugye az imént említettük, de csak szőr mentén, hogy rendkívül megdrágultak. Ez a többlet védekezést jelentősen emeli a költségeket nyilvánvaló, de kiegyenlíti a termés minősége és mennyisége. De hol tartunk most? Hiszen azt látjuk, hogy ahogy Linda már elmondta, hogy elég nehéz a bort eladni. Ugye van egy helyetek értelemszerűen, az a presszó, illetve a borozó, ami egy fantasztikusan szép környezetben található. Ott észlelhető-e, hogy egyre kevesebben járnak? Azt miként lehet megállapítani? Igen, mi is próbálunk azért úgy értékesíteni, hogy a vevők kedvébe járjunk, és például készítettünk egy ilyen kis borteraszt is, hogyha ugye jó idő van nyáron, akkor nem csak a pincehelyiségben, hanem ott a teraszon is tudjanak kóstolni. Tehát mindig próbálunk úgy helyezkedni, hogy minél több vevőt vonzunk oda. De hát ez teljesen tényleg észrevehető volt, hogy az emberek valahogy nem a bor felé irányulnak, hanem valamilyen más ital után érdeklődnek, és azért meg kell próbálnunk nekünk is ennek tényleg az útjába állni, vagy azt keresni, hogy hogyan lehetne csalogatni a vevőket. Szent Márton napja környékén vagyunk. Én azt hiszem, hogy aki ugye azt mondják, a ludaskását nem eszik, az egész évben éhezik, de az ugyanígy vonatkozik a borra is, aki nem iszza az új bort, az egész évben szomjazítni fog. Ennek tükrében egy kicsit a Noé-hegyiekről is essék szó, hogy áll most a borlovagrend, illetve a tagság ebben a kérdésben. Hát most csütörtöki napon lesz a Márton napi bormustra, ahol kiválasztjuk Márton borát, illetve megkóstoljuk egymás új borait. De az világos, hogy eddig rengeteg sikerért várható az idén is, most nem akarok elébe menni semmiképpen sem. De valakit biztos, hogy siker fog érni. De abban az értelemben az idei év is olyan sikeres lesz, mint az elmúlt időszak? Ez kérdés, tehát ez most mert ezt a szakember tudja megmondani. Igen, de ez mindig úgy van, hogy megkóstoljuk a borokat, és akkor azt mondjuk, hogy na ez most jól sikerült, elküldjük borversenyre, és érdekes, hogy sose azt hozza vissza, vagy néha ugye azt hozza vissza, hogy tényleg aranyérmes lett, de volt már olyan meglepetés is, hogy elküldtem három bort, és a három borból én gondoltam, hogy mondjuk, hogy a Chardonnay fog nyerni, és akkor nem a Chardonnay, hanem az olasz Rieslinget választották ki. Tehát ez annyira szubjektív, hogy most éppen melyik bírálónak, melyik bor ízlik, de azért azok a borok, amik tényleg ott vannak az arany és ezüst közelében, ott azért szokott így változni, hogy éppen valamikor arany, valamikor ezüst érmet nyerünk el vele. De most is ugye erre a fehérvári bormustrára küldünk négy bort, és én reménykedem, hogy jól fognak szerepelni. Ott leszünk és beszámolunk róla. Egy jövő évi kérdés, és ez nagyon fontos kérdés. Változnak a szabályozások. Januártól ugye kötelező az üveg visszaváltás, ezt tudjuk. Ez mennyiben nehezíti meg a dolgotokat, hiszen az év végétől ugye a többi élelmiszerhez hasonlóan a boros cinkéket is hasonlatossá kell tenni, tehát ugyanolyannak kell, hogy legyen. Fel kell tünteni a kalória tartalmat, a pontos összetételt, és ez a borok és a pezsgők esetében egy nem egyszerű feladat. Erre hogy készültek? Igen, itt majd azt kell figyelni, hogy amit tényleg januártól le fogunk palackozni, arra már teljesen más címke kell. Úgyhogy abból a szempontból mi szerencsések vagyunk, hogy általában mindig a hátcímkén vannak ezek a főbb adatok feltüntetve. Úgyhogy az első címke az ugye nekünk már készen van, és erre a hátcímkére kell majd ezt ugye kitalálni és kiszámolni, hogy éppen milyen tápértéke van egy bornak. Úgyhogy hogy annyi a lényege, hogy lehet egy kicsit nagyobb lesz mondjuk a címkénk, és akkor erre kell majd ugye figyelnünk. Ugye a ti generációtok rendkívül felelősséggel tartozik az előzőnek, aki elindította ezt az egész történetet, de ez általában így van az egész országban. Viszont a következő generáció
a ti gyermeketek már érdeklődik a szülő iránt? Hát volt olyan pillanat, amikor igen, most nem biztos, hogy ott állnak. De hát azért reméljük, hogy visszabírjuk meg édesgetni őket. Jól van. De voltak már velünk szüretelni, tehát ugye mi augusztusban már elkezdjük a szüretet, és amit pezsgőnek készítünk, ugye az mindenképpen kézzel kell szüretelni, mert ugye általában kombájnnal szüreteljük a szőlőt, és ott a gyerekek is jöttek és segítettek, tehát van azért olyan munka, amiben be lehet fogni őket, és tetszett nekik, meg volt már olyan, hogy ezeket a kis matricákat, amivel ugye nyerünk díjakat, ezeket a körmatricákat jöttek és ragaszgatták. Tehát igazából nem én mondtam nekik, hogy igenis dolgozni kell, hanem mindig megkérdezik, hogy na anya, most ma mit fogsz dolgozni, és mondtam, hogy ha szeretnél jönni, akkor jöhetsz ragaszgatni a matricákat, és jöttek szívesen csinálni. Tehát van jövőkép mindenképpen. Nos, hát én ehhez kívánok további boldogságot, hogy mosolyogjon a szemetek minden szüret után és minden olyan pillanatban, amikor elkészülnek a borok. Még egyszer mondom, köszönöm szépen, és hogy természetesen ott leszünk a Nőihegyi Szent István Borlovagrend mártonnapi bortmustráján, és erről is beszámolunk, és ahhoz is sikereket kívánok. És hát ha nem fogunk találkozni, akkor a szőlőnek kívánom, az ültetvényeknek, hogy egy olyan időjárás következzék, ami mindenkit kielégít, de leginkább a szőlőt és a gazdát. Köszönöm szépen, hogy megtiszteltetek. Köszönjük mi is a meghívást. Kedves nézőink, a fehérvári beszélgetéseket látták. Vendégem Csóbor Kisari Linda és Csóbor Balázs volt, a Csóbor Pincészet két kiváló szakembere. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, viszontlátásra. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.